Hagyományosan a magyar tanárok és diákok találkozójának megnyitóját a Sátoraljaújhelyi Magyar Kálvárián a főkapu előtti sziklapatkóban rendezték meg, ahol Nagy Csaba tárogató művész előadásában elhangzott dalok köszöntötték a vendégeket és résztvevőket. A házigazda város nevében Dankó Dénes alpolgármester szólt a jelenlévőkhöz. Nagyon fontos a város életében minden egyes olyan rendezvény, ami összeköt bennünket a határon túlélő magyarokkal. És ennek van egy sajátos jelentősége is. Hiszen annak idején a trianoni döntés a Sátoraljaújhelyt többszörösen is nagyon-nagyon érzékenyen érintette. Ünnepi beszédet dr. Orosz Atanász, görögkatolikus püspök mondott. Újra föltápászkodva, immár ne a másikak ellen, hanem egymásért küzdjünk. Erőt és kegyelmet ad arra, hogy történelmünket, kultúránkat igazán és alaposan megismerjük. Ezt követően szólt a diákokhoz Kovács Miklós történész, aki a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Mindkét szónok szívesen vállalta a feladatot, és mindkettőjüknek azonos a személyes indítatása is. Bevallom, hogy még nem ismerem, úgyhogy ma ezért is jöttem, hogy megismerjem. Itt először vagyok, hasonló jellegű emlékhelyek, hál' Istennek sok helyen vannak Magyarországon, de itt először vagyok. A megnyitó résztvevők ugyancsak a hagyományokhoz híven a beszédek után fölsétáltak a Kálváriára, útközben elhelyezték virágaikat és tisztelegtek az országzászló előtt.